Harangozó Tamás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindjárt kérdezem, hogy mit tud ön Tarsoly Csaba listájáról, amely az ügyvédje szerint nincs is. De hát ön a rendészeti ügyekkel szokott foglalkozni, sőt ma a parlamentben kérdést is intézett illetékesek felé, hogy mi volt ez a hétvégi akció. Ahhoz mit szól, a kiemelt ügyek főosztályát, azt a legsúlyosabb bűncselekmény gyanújával nyomozó osztálynak tudtam. Nem annyira a szabálysértésekkel foglalkoztak, ha jók az információim, de most már teljesen bizonytalan vagyok. Így van, azért hoztam én is a papírt kinyomtatva, mert ezt lobogtattam a parlamentbe. A miniszterelnököt szerettem volna megkérdezni, hogy ő akkor biztos egy ilyen országot álmodott-e, tekintve 89-es múltját is neki személy szerint, de Balogh Zoltánt jelölték ki válaszadásra, ami több mint érdekes, hiszen nem tudom, kérdeztem is az emberminiszter Balogh Zoltánt, hogy rendőrséghez neki mi köze van. Mindenesetre őt jelölték ki válaszként, mert ebben az esetben muszáj miniszternek válaszolnia, ő volt az, aki egyébként döbbenetes módon azt bírta előadni. Ebben az ügyben most az elejét hagyjuk is, hogy a bevándorlásról miket mondott, hogy ebben a konkrét ügyben semmi probléma, nincs itt semmi látnivaló, hiszen a rendőrök a közterületi járőrállomány csak az alkotmányos dolgát végezte, és a közterületi rendőrök a közterülete rendet tartottak. Erre viszont válaszban azért mondtam, hogy neki is lobogtattam ezt a papírt, amit önök is itt bemutattak, hogy mondja már meg nekem, kedves miniszter úr, tehát ekkora ordas nagyot hozott, nem tudom, ki írta le neki, de azért a közterületi járőröknek valóban a budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt ügyek főosztálya bűnügyi bevetési alosztályához. Műveleti alosztályához. Vajon egyébként mi köze van? És akkor nyilván itt is föl. Hát és itt vannak azt, igen, az egységek, hogy a cserjések. Az utasítás. Tehát az alosztályvezető utasított bennünket, hogy mit csináljunk. Tehát hogy ez egyszerűen döbbenetes volt a parlamentben is, ahogy ezt ilyen szempontból letagadták és mellé beszéltek. És erre most még válasz volt? Hát én a válaszomban utána adtam neki néhány ötletet, hogy ha már a bűnügyi bevetési osztályt használják valamire, akkor manapság mire kéne használni. És egyébként szóba hoztam akár Tarsoly Csaba listáját, vagy éppen azt, hogy a Tarsoly ügyben is azt látjuk, és az a lényege, hogy ki kapott jutalékot azért, mert a pénzt odarakta, hogy esetleg ez a kiemelt ügyek főosztályának nem azzal kéne foglalkozni, hogy végre megnézze. Hogy például a Szijjártó Péterék, amikor berakták a 9 milliárd forint közpénzt, akkor kapott-e valaki és kikapott jutalékot, hogy amikor Fazekas Sándorék berakták a Hungáriába azt a 460 milliót, ami aztán el is veszett véglegesen, akkor kapott-e valaki jutalékot, vagy nem. Megemlítettem neki, hogy esetleg foglalkozhatna a kiemelt ügyek főosztálya az M4-es autópálya olyan típusú építési botrányával, amiben 60 milliárd forint közpénz raktak bele, és abból a kormány saját bevallása szerint is 20 milliárd forintot szeretne visszaszerezni egyébként egy ilyen döntésre, tehát hogy esetleg nem kéne ezzel foglalkoznia. Azért megmondom őszintén, nyilván a válasz a szánalmas volt a végén, mert azt is megkérdeztem, hogy ő személy szerint annak a pártnak a vezetőjeként, és itt érnék rá, amit a fiatalok is mondtak a politikai véleménynyilvánítás határairól, akik nem olyan régen még, személy szerint Orbán Viktor is kiment a Kossuth térre, és a rendőrök kezéből rángatta ki a kordont, és a kordonbontással egy rendőri intézkedéssel szembeszegülve fejezték ki a politikai véleményüket, és ő szerintük ez tök rendben van. Akkor egy ilyen gyűlöletkeltő aljas kampánynak, a plakátkampánynak az átfestéséről, ha beszélünk, az szerintük miért nem politikai véleménynyilvánítás. Nyilvánvalóan erre a kérdésre Balogh Zoltán egyrészt, hát szerintem amit én megjegyeztem, egy érdemi válasza volt, hogy ő nagyon sajnálja, hogy személy szerint nem volt ott a kordonbontáson, egyébként pedig ilyet nem lehet csinálni, ami ma van, és lehetett csinálni azt, ami akkor volt, mert azt ők csinálták, tehát körülbelül ez volt a válaszának a lényege. De várjon, az, hogy most valaki hogyan fejezi ki a politikai véleményét, erről még akár vitázhatunk is, hogy a kordon miért került a Kossuth térre, milyen szimbolikus hely az országházának a tere, ott kik tüntethetnek, hát egy jó ideje senki, mert általában kiállítás volt, majd felújítás, de ez ugye azt megelőző időszakokban volt a kordon, tehát erről még vitázhatunk is. De arról, hogy csoportokat hoznak létre, a kiemelt ügyek főosztálya, bűnügyi bevetési osztály, műveleti alosztálya, és itt a jelentés szerint Cserjés 23, Cserjés 24 fedő névvel, mert ezt nem tudom mások, ez fedő név, nem? Ezt így hívják szaknyelven? Hát ezek a hívó szavai voltak, igen, a csoportnak egyébként. Igen? Tehát, hogy rajtunk kívül még két egységünk hajtott végre hasonló feladatot. És ezek a rendőrök leírják, hogy a rendőri mi voltunk rejtve maradjon. Rádiójukat ki kellett kapcsolni, el kellett
az étterem főbejáratánál kissé oldalt, vagy szembe, vagy mit tudom én hol, ők elvegyültek a vendégek között. Én ezért szerettem volna ezt Orbán Viktortól megkérdezni. Tehát most minden egyes ilyen plakát, tehát nem tudom hány száz plakát került ki az országba, de mindennek a közelében van egy cserjés valami, meg van cserjés 500, meg 600. Ebből a jelentésben azt tűnik ki, amit itt a előttem lévők is elmondtak, hogy rajtunk kívül még két egység volt, tehát ez legalább három egység, aki a szombat estéjét, mint ahogy hallottuk, nem éppen a nyolc kőkésszúrással töltötte, igen. És higgyék, én mélyen hiszek benne, hogy ezek a rendőrök nem maguktól találják ezt ki. Ahogy a megjegyzés hát, is egy másodpercig se gondoltam. De erről szólt az én kérdésem benne a parlamentben, hogy hát álljon már oda elém hány a belügyminiszter, őriznek a rendőrök, és mondja meg, hogy kiadta ezt az utasítást. De ez nem mert derül, hogy hány plakátot őriznek rendőrök közpénzem? Hát nézze, ebből az ügyből csak ez a három csapat látszik, de szerintem a lényeg az, hogy itt valakinek akkor legalább kéne lenni annyi vér a pucájába, hogy azt mondja, kiáll és azt mondja, hogy ő adta az utasítást, mert igenis szerinte ez fontosabb. Én azt kérdeztem meg cinikusan, és ebből lehet éreztetni, hogy ez a jelentés, ez olyan, hogy 20 éve is készülhetett volna, vagy 40 éve is készülhetett volna, meg 80 éve is készülhetett volna abban a bizonyos rendszerben, amiket ez az ország néhányszor már a vérzivatos időszakokban kipróbált. De azt kérdeztem egyébként benne a parlamentben is, hogy akkor most van újra a belügyminisztériumban olyan ügyosztály, aki a politikai véleménynyilvánítást titkosszolgálati megfigyelésével foglalkozik, mert ugye ez volt a rendszerváltás előtt, úgy hívták, hogy 3x3-as ügyosztály. Ez, amit ma itt látunk, ez ugyan nyilván nem konkrétan a belügyminisztériumban van, de amit itt műveltek, az szerintem szánalmas módon és nagyon sajnálatos módon e felé megy. És azt tettem még hozzá, és szerintem ez is nagyon fontos. Megkérdeztem Balogh emberi miniszterurat, hogy az hogyan van, hogy 1,3 milliárd forintot elköltenek erre a kampányra, 1 milliárdot a kérdőívekre, 300 milliót a plakátokra, amiből egyébként egy kis fejszámolással kiszámolható, hogy 50 ezer gyermeknek az egész nyári, heti hatnapos ingyenes étkeztetését meg lehetne oldani. Hogy akkor ő, mint emberi erőforrások minisztere erre mit tud mondani, hogy miért nem erre kéne egyébként az mondott adófizető valamit. Polgároknak arról beszélt, hogy ez már demagógia, ez már rettenet, hogy demagógia. A vasárnapi hírek információval kapcsolatban nem tudom, hogy ön mit tudott még meg például a mai parlamenti napon. Ugye arról írt a vasárnapi hírek, hogy Tarsó Csabának volt a Questor vezérnek egy listája, hogy nyomon követhető, hogy kinek, mikor és mennyi támogatás, hogy esetleg kenőpénz jutott az elmúlt években, és állítólag a Fidesz közel köreiben beszélt téma egy ideje, hogy Tarsói állítólag listáján magasrangú kormányzati tisztviselő neve is, és a névhez tartozó 100 milliós nagyságrendű összeg is szerepel, és ugye Tarsói Csaba ügyvédje mondta azt, hogy ő nem tud semmilyen listáról. Most van lista, vagy nincs lista? Hát nyilván ezt én tőlem nem fogják meg tudni a nézők, hogy van-e lista, vagy nincs, mert ez csak így a rendőrség tudhatja, az ügyészség tudhatja, aki egyébként nyilván az elmúlt években a Magyar Nemzeten keresztül, manapság a Napi Gazdaságon keresztül a neki kedves híreket rendszeresen kiszivárogtatja, ez valahogy valamilyen rejtésoknál fogva most nem szivárog, tehát nekem is az az érzésem, hogy emögött valami komolyabb dolog lehet. De hogy volt szerencsém önnel itt este már többször beszélgetni arról, hogy mi van a vizsgáló albizottsággal. Hát most elérkeztünk a pillanathoz, a parlament előtt van a törvényjavaslat, csak és kizárólag azt hajlandó a Fidesz megszavazni, hogy az Etó Park részét vegyék föl, tehát a beruházásra kapcsolatos kérdésekben legyen minden nyilvános. Mi beadtuk a törvényjavaslatot, hogy akkor itt akkor Questor ügybe minden egyes banktitkot ebben az ügyben is, a Hungáriába és a Budakestbe, és tessék akkor kitenni az asztalra, hogy kikivel van. Hallani sem akarnak erről az utóbbiról. Én ha valaki ezt a listás kérdéssel összerakja a képet, azt gondolom, hogy el lehet képzelni, hogy mi van a háttérben. Hát ha van lista, remélem akkor előbb-utóbb nyilvánosságra fog kerülni, és remélem, hogy lista, nem. Én is valaki arra más írja ott benne éppen egyébként a listát. Ez már megint ilyen múltat idéző megjegyzés. Köszönöm szépen, hogy itt volt.